Véglegesítette a kormány a koronavírus válság által sújtott vállalatok és munkavállalók számára nyújtott támogatási intézkedések végrehajtásának módszertanát. Erről számolt be a kormányülést követő sajtótájékoztatón a miniszterelnöki kancellária vezetője. Számos fontos gazdasági támogatás biztosítását ültette gyakorlatba az Orbán kabinet, hangsúlyozta a miniszterelnöki kancellária vezetője a hétfő esti kormányülés után. Jonél Danke elmondta, a legfontosabb intézkedések közé tartozik a kényszerszabadságra küldött alkalmazottaknak nyújtandó juttatások állami támogatása. Ennek értelmében az érintettek bérének 75%-át, de nem többet, mint az országos bruttó átlagbér 75%-át az állam finanszírozza. A kis és közepes vállalkozók esetében is fontos döntés született. Gazdasági támogatásban részesülhetnek a kis és közepes vállalkozások. Az intézkedés két pillérre épül. Egyrészt 1 millió lei terjedő hitelhez folyamodhatnak a forgótőke biztosítása érdekében, illetve 10 millió lei terjedő hitelhez a beruházások támogatására. A kormányülésen elfogadott intézkedések ezáltal gyakorlatilag érvénybe lépnek. Kiemelte továbbá a járvány által hátrányosan érintett jogi és magánszemélyek banki hiteltörlesztésének elhalasztását, és elmondta, hogy a kabinet több olyan jogszabályt fogadott el, amelyek arra kötelezik a hatóságokat, hogy egyes dokumentumokat elektronikus formában is elfogadjanak.